Szabó Márta fotóművész nyitotta meg azt a kiállítást, amelynek a VOK Vörös Marti Mihály művelődési ház adott otthont. Az alkotó M. Nagy Péter az immár nyugdíjas újságíró számára a fotózással együtt jött a tárgyak, természeti jelenségek felfedezése, megerősítve a fotóművészet barátait, hogy formájuk, anyaguk túlmutat funkciójukon, hogy önmagukért is lehetnek szépek, érdekesek, egyszerűségükben is művésziek. Arra törekszem újabban, hogy ahogy itt látszik, hogy minél egyszerűbbek legyenek a dolgok, tehát kevés kis szín, egy kis forma, minimalista jellegű képeket próbálok csinálni. De a mai képdömpingben, ami van az interneten is, meg mindenhol, ma már nagyon nehéz olyat csinálni, ami kicsit más, mint a megszokott. Azt gondolom, hogy ez az az irány, amivel talán egy kicsit más nézőpontból tudom mutatni a dolgokat, ami körülöttünk van. A harmonikus kompozíciók a realista világba vetett hit egységes egészet alkot fotóin. Olyan hétköznapi valóság tárul a látogató elé, amelyet lehet ugyan minimalistának nevezni, de a nyitott szemmel járók bizonnyal tudják, hogy ez a mindennapok varázslata, a lecsupaszított igaz. Kompozíció valóban fontos, tehát én nagyon szeretem, a rend van a képeken, mint általában ilyen rend mániás is vagyok bizonyos szempontból, de a képekben, a kompozícióban is szeretem, hogyha feszes és rendezett a kompozíció. A kiállítás február 15-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.